Sziasztok! Nemrég ugye olvastam egy könyvet, amiben sok problémával találkoztam, de egyen valahogy így különösen megakadt a szemem. Röviden, a lány szeme láttára a legjobb barátnője kikezd a barátjával, ami belső konfliktusokat szül a lányban. A regény szerint a főszereplő lány rajta kapja a legjobb barátnőjét a barátjával a konyhában. A legjobb barátnő, Kenz, mégsem az volt, akinek látszott. Valójában ő mindvégig féltékeny volt Ashlyre, és ezért akart neki fájdalmat okozni, ami hát sikerült is. A fiú részeg volt, de ez nem adott indokot arra, hogy ezt tegye. Hajszol is, mértékkel. Tud, hol a határ. És különben is, hogyha valakit igazán szeret, azt részegen is szeret. Ez nem csak a könyvekben történhet meg, hanem a való életben is, akár veletek is. Mondjuk, ha ez velem történt volna meg, én biztos szörnyen éreztem volna magam, és bosszút akartam volna állni. Alaposan kiterveltem, és végrehajtottam volna. Hadd érezzék, ők is szarul, elveszettem, csalódottan, és cserben hagyva magukat, mint ahogy én is. A lány is biztosan dühös volt és szomorú, hogy a számára két legfontosabb ember így megbántotta, és képesek voltak ezt tenni vele. Konkrét megoldás nincs rá, ám a mind a ketten megbánják, és elnézést kérnek, személytől függ, hogy kaphatnak-e második esélyt. Ti ilyen helyzetben adnátok második esélyt? Válaszoljatok, várom.